közönség számára az első látható nagy attrakció vagy termék, az ahol nem volt vár, amelynek a területén vagyunk most. Ez a régi műemlék körhintának a térségében, ahol hajdana Bursti működött, másrészt pedig az állatkertnek a régi gazdasági udvara volt. Ebben a zónában alakít ki egy állatkerti játszóparkot, amelynek a cél közönségét elsődlegesen a 3 és 10 év közötti kisgyerekek és az ő családjaik alkotják. Tehát, ha úgy tetszik, ez egy új családi létesítmény, amelyben játékok, játszóterek, állatsimogatók, kézművesség és régi mutatványosság keveredik egymással. Csupa olyan dolog, ami egy kicsi gyereknek és a családjának érdekes lehet. Mindenki jól érzi majd magát, remélem, mihelyt sikerül a nagy közönséget is erre a most még munkában álló területre beengedni. Ezt a állatkert a főigazgató úrral az élén, ezt a gyerekeknek szárta. Ez egy nagyon nagy dolog. És az egész állatkert úgyis a gyerekeké. Én is az állatkert szerelmese voltam. Öntudatlan gyerekkoromban is, de feltétlenül a 18 éves koromban följöttem Budapestre, az első meghódítani valók között volt, szerepelt az állatkert is. Meghódítani valók voltak ugye a terek, a színházak, a opera, a zeneakadémia, ugye én hegedültem. Zeneakadémiára nem tanulni mentem, holott fölvettek volna, hanem koncertekre, sőt, ennek előadásokra. Az állatkert az első között volt, mindig vonzott, ma is vonz, amikor fölüdít. Meg hát érdekes, meg gyönyörű, úgyhogy tehát könnyű volt elsábítani, és nagyon nagy megtiszteltetés, ezt el kell mondanom, ez majd ki fog derülni a megnyitón, hogy mint élő szerző előtérbe vagyok helyezve, hogy lehet ezt finoman megfogalmazni, ne hangozzék hencegésnek sem, nagyon boldog vagyok, egyszerűen meg vagyok tisztelve. Holnem-Boltvár legfontosabb újdonságába, a hetek két palotába is be lehet menni, ahol 7 próbát lehet majd letenni. Ugye ennek a 7 próbának a fő hősei, a gyerekeken kívül azok az állathősök, amelyek a legnépszerűbb magyar animációs filmekből költöznek ide be. És ebben a munkába hívtak meg engem is, baráti alapon is, meg egyéb unszolással, meg egyéb bekerítési manőverekkel, amit a főigazgató remekül csinált. Lejött hozzám Szárszóra, hízelget, fenyegetett, zsarolt, és így tovább. Ezt azért mondom, mert másfél éve sikeresen dolgozunk együtt. Amiben az is benne van, amit én valójában csináltam, tehát ilyen kísérő szövegeket. Nem mesélem el az egészet, mert majd látni kell, de olyan feladatokat is kaptam, amire először megkökkentem egy kicsit, aztán rájöttem, hogy miért ne. Például a következőket, hogy idattak egy csomó, rengeteg ilyen állat, különböző állatfotókat, pár sornyi leírásra, hogy én ezt fogalmazzam meg a gyerekeknek, hogy szeressék meg az állat. Mondom, nagyon jó, de nekem fogalmas is, hogy milyen állatok. Nem, beszélnek majd bele, hogy ez egy jó munka volt. Írói munkának is jó munka volt, meg a agytágításnak is jó munka volt. Na most a munkák közé tartozott, a munkáim közé tartozott az is, de hát ezt majd befejezem, mert mind látni lehet, hogy a kollégák, tehát a többi szereplő, tehát a Romhányi figurái, akkor a Buk figurái mellé szintén magyarázó kísérő összekötő szöveget kellett írni, versbe, prózába és így tovább. Tehát az egész írói apparátusomat, az egész agyi apparátusomat megmozgatta a dolog. Még egyszer hozzáfűzöm, nagy örömmel csináltam. És azt is hozzá kell tenni, hogy izgatottan várom. Ja, még hozzá kell, mind sok mindent hozzá kell tenni, hogy nem csak egyedül dolgoztam, hanem mozottam magammal a munkatársam, tehát Sajdik Ferencet, az élőt, akkor a rég halottak is, akik a Zsubába tervezték és így tovább. Tehát csapatostól szálltuk meg az állatkertet.
ez a hét mesehős egymást követően rendezkedett be a hetet hét palotában, ugye először Bukot lehet felkeresni, aztán a Süsű tereit, majd pedig a Dr. Bubó térségébe lehet, a rendelőjébe lehet elmenni, és ott részt venni a gyógyító munkában, onnan tovább lehet menni a Mekkelek birodalmába, majd pedig tovább menve a nagy hóhorgásznak a területe következik a vízi élővilág bemutatóival, majd a pompom világa, és hát frakka macskák réme is helyet kap majd. Itt egy érdekes beltéri nagy játszóház-szerű kalandjátékon lehet keresztül jutni, ahol nem csupán a mese birodalom hősei vannak, hanem azok a lényeket is megjelennek terráriumokban, akváriumokban, kisebb röbdékben, amelyek ezeknek a meséknek a szereplői. A csábítások között volt az is, hogy a évig körülbelül azt hiszem 1 millió látogatója van a állatkertnek. Ha az ember ezt beszorozza a fejébe, ez nagyon, mint a televízió közössége. Ez nagyon, 1 millió nagyon sok. Igen. Most ha csak 1 millió gyerekből, csak mindenki be fog kukkantani a mesevárba, valószínűleg úgy van megcsinálva, és úgy lesz megcsinálva. Ugye a meseváron, ez is egy jó gondolat, a meseváron keresztül megy, vezet az út a nagy állatkertbe, a felnőtt, nem, nincs olyan felnőtt állatkertbe, a nagy állatkertbe, a többi állatokhoz, és ez is egy nagyon jó, ez nem az én ötletem volt, ez közös illat, másrészt meg eszembe a főigazgató ötlete volt, hogy ez egy nagyon jó bejárat. Nagyon jó lépcső, nagyon jó kapu, nagyon jó ajtó, bárminek nevezzük. És ez úgy is fog kinézni, ahogy én tudom. Minden tudosság már tele van a fejem vele. Tehát bevezeti a gyerekeket. Uh-huh. És ebben segít egyébként a mi figuráink is. Tehát úgy vannak elrendezve, de hát ezt megint nem akarom elmesélni, mert vannak azt is én írtam a magyarázó szöveget, a idegen játékoknak az, hogy működnek, hogy kell csinálni. Rengeteget tanultam, amikor most viszlék mondom, rengeteget tanultam én is, olyan állatokat ismertem meg, még megtalálva, vagy kitártam, hogy mire való szőre, a bundája, hol él, minek él, mit csinálnak vele. Rengeteget tanult az író is. Az állatok világába segít belépni, ugyanakkor az irodalom világába is segít belépni, tehát a mi világunkban, amit mi művelünk a rajzolókkal, a filmesekkel, tehát oda-vissza működik ez a rengőajtó, és ez is nagyon szép dolog. Tehát el tudom képzelni, sőt biztos vagyok benne, hogy ezt a sok aranyos rajz és mese, ugye ráadásul ezek magyar rajzfilmek, abból vannak részletek, abból vannak a figurák ki, másolva, vagy kirajzolva, vagy szoborra öntve. Tehát ezek egyrészt talán egy ismerős birodalomba vezetik a gyerekeket, másrészt pedig elcsábítja őket az irodalom felé is. Tehát oda-vissza hatás, ezt én alig győzöm ezt az ötletet dicsérni. Tehát nem is tudok hozzá hasonlót, sőt, ha beszélgettünk erről, de hát jelentse még, hogy szerintem ilyen nincs itt legalábbis Európában, és mi nem nagyon van. Mármint az, hogy gyerekkapu, ez jó szó egyébként, hogy a gyerekeknek kaput nyitunk. Az itt volt szakemberek számára rendeztünk állatkerti sétákat, tényleg tetszett nekik az állatkerte, bemutattuk nekik ezeket a fejlesztési programokat is, például ahol nem volt várat, és az egyik német állatkert igazgató kolléga azt mondta, hogy ó, hát bárcsak hozhattam volna az unokámat, mert neki is hogy tetszett volna, és hogy milyen érdekes, hogy ez is összekapcsolódik, az is, állatkert is, meg nem is, nagyon érdekelte ez őket, őt is, és hát a többieket, és amikor utána bepillantottunk az állatkert másik nagy fejlesztésébe, ami azért a Honnan volt várnál egy nagyobb nagyságrendet képvisel, ugye a Bannon Park építési területén látták azt, hogy dimenziójában is egy nagyon nagyméretű, tulajdonképpen fedett állatkertet fogunk létesíteni a következő 2,5 év folyamán. Hát ezt nagyon nagy elismeréssel fogadták. Tulajdonképpen ez jelenleg Európában a legnagyobb állatkertfejlesztési projekt, amely ugye Budapesten
a fővárosi önkormányzat és a kormány támogatásával folyik, és hát bontakozik ki. Hát én napról napra látom, viharirambban.